Panorádi a te hangod, a majális nem mindenkinél ugyanazt jelenti, nem mindenki rostélyozik és sütöget szabadtéren, hanem valaki ilyenkor kihasználja a szabadnapokat és utazásra adja a fejét. Innen jött az ötlet, hogy biztosan jól jönne nektek néhány info, hogy hova érdemes elutazni Vajdaság területén, mert ugye még mindig nem tudunk akadály nélkül utazni bárhova, és olyan utazásokat keresünk, olyan utazásokról lesz szó az elkövetkező percekben, amelyek nincsenek olyan messze, tehát nem több napos utazásról van szó, hanem olyan utakról, amit úgy egy nap alatt meg lehet járni. Tóth Borisszal beszélgetünk, idegenvezetővel az elkövetkező percekben, tőle jönnek a jó kis tippek. Szerbusz, üdvözöllek! Jó reggelt neked és minden kedves hallgatónak! Nos, hát hova érdemes elmenni Vajdaságba? Tudsz-e valami jó kis kiránduló helyeket, amit úgy érdemes körbesétálni, körbejárni? Hát tudok nagyon sok jó kis kiránduló helyet. Tehát mindenképpen most lesz egy hosszú hétvége, úgyhogy akár több napra is el tudunk menni, tehát akár tehetünk egy kis körutazást is. Tehát nyilvánvalóan akkor Szabadkáról vagy az Északbácskai régióból, ha utazunk, akkor érdemes akár Szerémséget megtekinteni, tehát akár a Fruska-Góra hegységre felutazni, megtekinteni akár a középkori kolostorokat, utána Szálva-Szentdemeterre római maradványokat megtekinteni, tehát ugye a Szirmium városának maradványait. Itt van egy fantasztikus múzeum is egyébként, és ha már Szerémségben járunk, akkor akár Karlóca is térségét is irányba venni, borkóstolókat is útba lehet ejteni, és nyilvánvalóan a gyönyörű barokkos Karlóca városában is sétálni. Úgy szintén akár messzebbre is utazhatnánk, tehát Versecet is nyugodtan be tudjuk tervezni. Pár óra alatt komótosan le tudunk utazni Versec városába. Itt is nagyon jó nevezetességek vannak, szintén Versec például a borászatról ismert. Érdemes felmenni a vár maradványaihoz, gyönyörű panoráma tárul elénk, fantasztikus fényképeket tudunk készíteni. És hát át tudunk utazni itt már Rám várát is megtekinteni, amit most nagyon szépen erre hozott az állam egyébként. Úgyhogy itt tutajokkal tudunk egyébként átmenni a Dunán, ami szintén egy plusz nagyon jó élmény. Úgy szintén, ha nem is szeretnénk olyan nagyon messze menni, akkor akár Nagybecskerek kis környéke, az Écskai kastély, a Császártó, de akár Titel környéke, tehát a Tisza mentén utazni, Zalánkeménen akár megtekinteni a Dunatisza torkolatát, és a környéken egy kicsit barangolni. Nyilvánvalóan akkor már Újvidék és út közben van, tehát egy kicsit sétálni Újvidéken, fölmenni Péterváradra, akár Pétervárad alatt megtekinteni a felújított barokkos város. Ugye tudjuk, hogy Újvidéknek idén kellett volna lennie Európa kulturális fővárosa. Nyilván a pandémia miatt minden egy kicsit csúszik, úgyhogy ez a státusz jövőre fogja illetni majd Újvidék városát. Úgyhogy ebből az okból is kifolyólag nagyon sok munkálatot végeznek, sőt már fejeznek is. Úgyhogy a Duna túlsó oldalán, mondom Péterváradon, gyakorlatilag olyan, mintha Szentendrén vagy egy közép-európai barokkos kisvárosban sétálnánk, ezt mindenképpen érdemes megtekinteni. Sokszor szoktuk említeni Bács városkáját, a Bácsi várat és a Ferences kolostort, de nyilvánvalóan Bánságban is nagyon sok érdekességet lehet látni. Ugye Versetet már említettem, de akár a Deliblati homokpuszta is nagyon érdekes, hogyha Kikinda felé vesszük az irányt, jusson eszünkbe az, hogy Kikindán is sok érdekesség van, mondjuk fantasztikus múzeuma van Kikindának, amit mindenképpen érdemes megtekinteni, főleg, hogyha az őskorra, az őskori leletekre vagyunk kíváncsiak, mamut csontokra, akkor mindenképpen a Kikindai múzeumot is abszolút vegyük irányba, és hogyha arra utazunk, akkor nyilvánvalóan útközben nagyon sok mindent meg tudunk tekinteni. Egyébként az interneten utána tudunk járni a vajdasági kastélyoknak, amelyek hát sajnos elég rossz állapotban vannak.
Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy lesz, aki majd felismeri annak a szükségletét, hogy a kastélyainkat egy kicsit felújítsák. Ebből egyébként hatalmas turisztikai központokat is tudnánk alakítani, ugyanúgy, mint Nyugaton és Közép-Európában. De minden esetre még állnak a kastélyaink, akár más-más funkciót ellátva, úgyhogy akár egy ilyen kis kastélytúrát is tudnánk tenni. Ezek a kastélyak többnyire a 18. században, vagy a 19. század első felében épültek, és mindenképpen útba lehet őket ejteni, és gyakorlatilag nincs olyan település Vajdaságban, ahol ne tudnánk találkozni akár a különleges gasztronómiával, akár egy-egy érdekes vagy kis kastéllyal, vagy egy érdekes múzeummal, vagy egy barokkos templommal, egy tájházzal, nem beszélve a tanyasi világunkról, úgyhogy valóban nagyon-nagyon sok nevezetességet most ezen a hosszú hétvégén akár egyénileg meg tudunk tekinteni. Hát van ám miből válogatni. Még egy kérdésem van hozzá, te hogyan fogod ünnepelni a munka ünnepét? Maradsz a hagyományos rostélyosnál, vagy így utazás szervező, idegen vezető lévén utazni fogsz? Igen, én is hagyományosan fogom ünnepelni, tehát első nap rostélyossal, és hát második nap én is egyébként egy kis túrát szerveztem magamnak, leutazom Újvidékig, és utána én is egyébként egy kicsit sétálok a Pétervárady erődítményben, kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan zajlanak a felújítások lent a barokkos kisvárosban, és hát föl fogunk majd menni a Tarcal-hegységre, és itt egy külön útvonalat fogunk majd útba ejteni két kolostor között, amelyeket meg fogunk majd tekinteni itt a társasággal. Nagyon szépen köszönöm, Boris, az információkat. Én kellemes kikapcsolódást kívánok neked és a hallgatóknak így a hétvégére. Úgy szintén neked is, és minden kedves hallgatónak.